Egy-egy nem várt probléma megoldása sokkal hosszabb időt venne igénybe, ha a támogatási szerződések megkötése után még a pénz megérkezésére is várni kellene. Ez egy-egy beruházás, rekonstrukció során sok 10 millió forintot jelent. Ilyenkor jó, ha az önkormányzat a saját tartalékok terhére, akár ezek átcsoportosításával el tudja végezni a beavatkozást. Ez ahhoz hasonló, mint a családi költségvetés, mondta a szokásos közgyűlés utáni sajtóbeszélgetésen Habis László polgármester. Jó példa erre a Grónai utcai útbeszakadás, ahol nem csak itt, hanem a környező utcákban is voltak föld alatti beavatkozások. A Csiki utca rekonstrukciójával együtt városi forrásból a Széchenyi utcai buszöblöt is felújították. Ugyanígy plusz kiadás, de a Minaret 300 milliós felújításával egy időben a közvetlen környezete is megújul majd. Léteznek a költségvetésben címkézett tartalékok, amelyek adott célra használhatók, de olyanok is, amelyek szabadabb mozgásteret nyújtanak. Van olyan lehetőségem a költségvetési rendelet értelmében, hogy átmenetileg átcsoportosítsak pénzeszközöket, látva az egyes projektek finanszírozási igényét, és a most sokat vitatott nagy projektek tekintetében ezt én közel 200 millió forint erejéig meg is tettem. Tehát magyarul minden olyan döntést meghozok, ami előbbre hozza a fejlesztéseket, még akkor is, hogyha az utcaemberének, hogy úgy mondjam, az a benyomása, hogy lassúak a folyamatok. Az uniós pénzeket és az állami normatív támogatásokat nem szabad bankbetétben elhelyezni és állampapírvásárlásra fordítani. A saját bevételeket és a kormány által külön döntésekkel biztosított pénzeket, mint például a Modern Városok Program pénzügyi forrásait szabadon lekötheti a város rövid lejáratú betétekben, illetve állampapírokban. A polgármester elmondta, az első fél évben állampapírvásárlásból több 10 millió forint bevétele volt a városnak. Ezeket minden esetben azokra a projektekre fordítják, amiből keletkeztek ezek a kamatbevételek.